Hogyan működik a LinkedIn? Ebben a videóban tényleg csak nagyon felületesen szeretném bemutatni neked egy ilyen átfogó képet így viszonylag gyorsan, hogy, hogy mi egyáltalán ez a LinkedIn, hogyan működik, nagyjából tud belőni, hogy, hogy micsoda és hogyan kell elképzelni. Nyilván itt most abszolút és egyáltalán nem szeretnék belemenni a részletekbe vagy technikákba, csak hogy legyen egy átfogó képünk. Az első fontos dolog, amit érdemes tudni, és én úgy láttam, hogy ezt nem mindenki tudja, hogy a LinkedIn-nek a tulajdonosa a Microsoft. Ugyanaz a Microsoft, aki a Windows-t is kiadja. 2016-ban vették meg, ha jól tudom, 26 milliárd dollárért, tehát irgalmatlan mennyiségű pénzért. Ezt azért érdemes tudni, mert ugye egyrészt stabil háttér van az egész mögött, tehát ez nem egy ilyen egyetemisták által összerakott valamilyen próbálkozás, másrészt nagyon-nagyon látszik már az elmúlt években is, és ez várható a következő időszakra is, ugye Microsoftnak tervei vannak a LinkedIn-nel, tehát fejlesztések lesznek, újabb dolgok lesznek, csak amióta ennek a képzésnek a vázlatát összeraktuk, és eldöntöttük, hogy magát a képzést kihozzuk, ami nem volt olyan régen, csak azóta már van olyan funkció, ami korábban még nem volt benne, illetve ez például egy jelzés lehet abban az esetben, hogyha ugye jelen pillanatban még nem tudod magyarul használni, tehát van magyar közönség, és lehet magyarul a LinkedInen ott lenni, de ezek a szövegek, amik az ilyen hivatalos szövegek, ezeket nem tudod magyarul használni, a LinkedIn saját adatai szerint jelen pillanatban több mint 645 millió felhasználója van, több mint 200 országban vagy területen elérhető. Ugye ez is azt bizonyítja, hogy azért itt tényleg nem egy, egy kis elérésű közösségi médiáról van szó. És mi rákerestünk erre 2019. október 15-én 721 ezer fő magyart, mutatott a LinkedIn, tehát a 721 ezeren vannak fönn magyarok, ami egyáltalán nem kevés, főleg, hogyha figyelembe veszed azt, hogy ez azért ténylegesen egy, egy szakmai csatorna, tehát itt ezen soha nem lesz fönt mindenki, úgymond, és nem is feltétlenül cél az, hogy mindenki fönt legyen. Egy fejvadász oldalként indult eredetileg, de egy teljes közösségi média felületté csatornává nőtte ki magát, az egyik legnagyobb közösségi média csatornává, és a, hogy úgy mondjam, a szakmai közösségi médiává mindenki, mint szakember van fönt, míg más közösségi média csatornákon általában azért személyesen vagy fönt, és nyilván beszélhetsz arról, hogy ki vagy mivel, mivel foglalkozol. Itt kifejezetten, mint, mint, mint szakember vagy fönt, és az elvárás is, hogy szakemberként legyél fönt. A LinkedInnek kifejezett elvárása, utasítása benne van a felhasználási feltételek között, hogy csak egyetlen egy profilod lehet, tehát egyetlen egyszer lehetsz fönt. Magyarul nagyon-nagyon sok szempontból teljesen más, hogy működik, mint a Facebook és az Instagram. Inkább azt kell, hogy mondjam, hogy talán ami hasonló, az kizárólag az, hogy van egy, van egy felület, ahol posztok jelennek meg, és vannak rajta emberek, és nagyjából itt meg is szűnik a hasonlóság. Ugye, mivel ez egy szakmai közösségi oldal, és mindenki szakemberként van fönt, ezért mindenki tudja a másikról is, hogy szakemberként van fönt, tehát egyáltalán nem ciki magadat reklámozni, promózni azt bemutatni, amivel foglalkozol, a szakmádról beszélni, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy itt nem is a macskás hogy a cicás videók működnek, ugye ezt szokták mondani így a, 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 Facebooknál, hogy, hogy hát ott a cicás videókkal lehet jó eredményeket elérni. Itt kifejezetten, hogyha megnézed, én most nem feltétlenül akarom itt végig pörgetni a, az én ismeretségi körömet, ha megnézed azt majd a saját ismeretségi körödet, vagy akár csak belépsz és rákeresel egy-két emberre, akkor látni fogod, hogy itt mindenki mutatja azt, hogy ő mit csinál, miben jó szakmailag, so, stb. stb. és ez, ez, ez a része a LinkedInnek, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy nem, hogy nem nézik ki az embert, hogy a saját magát tolja, úgymond előre, hanem ezt még majd, hogy nem el is várják tőle. Amit még szeretnék elmondani a, a kapcsolatokról, itt úgy hívják, hogy kapcsolat, ezek tulajdonképpen az ismerősök, akik mondjuk akár a Facebookon vagy általában más közösségi média felületen is vannak. Ez úgy működik, és ebből a szempontból lényegében a Facebook az egyetlen egy másik, ami még így működik, hogy az oda-vissza jelölés szükséges. Tehát az kevés az, hogy én valakit követek, vagy én valakit bejelölök, ő is el kell, hogy fogadja ezt a kapcsolatot. Mivel alapvetően, ugye, szakmai a profil, ezért a kapcsolatok is. Elméletben szakmai kapcsolatot jelentenek, tehát bárki, akivel valamilyen szakmai kapcsolat van, vagy feltételezhető, ott jön létre egy ilyen kapcsolat. Ugye ez itt látod az illetőnek a neve mellett, látsz, látni fogsz majd egy számot. Ez az 1ST, ez az angol first, az az első annak a rövidítése, ez azt jelenti, hogy mi bejelöltük egymást. Tehát én is ismerem őt mint üzleti partnert, és ő is ismer engem, tehát oda-vissza visszajelöltük egymást, csak akkor lesz az illető ilyen értelemben kapcsolat. Hogyha például olyat, ugye itt is van egy ilyen, hogyha olyat látsz, hogy kettő nd ez a second, azaz második, ez azt jelenti, hogy mi nem jelöltük egymást ismerősnek, de van valaki, aki nekünk közös ismerősünk. És ugye lényegében ez a, most ez nagyon-nagyon leegyszerűsítés lenne, de lényegében ez az egyik fontos feladat, hogy minél több ilyen elsőrendű ismerőst, itt a profilban tudod megnézni, ilyen elsőrendű ismerőst tudj találni. Tehát úgymond minél több embert bejelölj, aki majd téged visszajelöl, hogy föl tudja építeni egy olyan kört, egy olyan, olyan, szakmai hitelességi kört, akik követnek téged, olvasnak téged, plusz még nagyon-nagyon-nagyon sok pozitívuma van ennek. Az egészből ered az, és most tényleg itt most csak egy, ahogy mondtam, ez egy átfogó videó akar lenni, az egészből ered az, amit eddig elmondtam, mivel szakmai közösségi média csatorna, abból, hogy még messze nem túltelített, hogy nyitottak az emberek arra, tehát hogy bejelölöd őket, és akár ismeretlenül nyilván ennek megvannak a, a, szabályai, ezt majd abszolút nézni fogjuk, hogy ezt hogyan tudod megcsinálni, bejelölöd őket, és akár 30-40-50 ban is visszajelölnek, és lehetséges, hogyha ezt jól csinálod szakmai ismeretséget, szakmai kapcsolatot így is megalapozni és kiépíteni, és legalább egy, egy első szintű ismerettséget a LinkedIn-en elérni. És egyetlen egy, egy utolsó megjegyzés még így a végére, hogy ez az a közösségi média csatorna, talán ezért is más az Instagramhoz képest mindenképpen, de még a Facebookhoz képest is, amit sokkal jobb és könnyebb számítógépről kezelni. Tehát ez tipikusan nem arra van kitalálva, hogy az ember megy, a, megy az utcán, és akkor fog egy fotót és feldobja az Instagramra. Ez arra van kitalálva, hogy szakmai kapcsolatokat építünk, szakmai hírneveket építünk magyarul, egy picit komolyabb, legalább elvben vagy elméletben egy picit komolyabb munkát teszünk mögé, tehát, hogyha a LinkedIn-t használni szeretnéd technikai értelemben, akkor javaslom, hogy, hogy inkább számítógépről használd.